Rengeteg gondot okoznak a heves esőzések Romániában is. Az ország délnyugati megyeiben folyamatosan mentik az embereket az elzárt településekről és az elöntött épületekből. Bravúros mentést hajtottak végre a katasztrófa elhárítók a Krassó-Szörény megyei Nádorhegyen, ahol a megáradt Bisztra folyó teljesen körbezárta a lakóházakat. Csak helikopterrel tudták az ott rekedt lakókat, gyerekeket és felnőtteket kiszabadítani a víz fogságából. A magas vízállás és erős sodrás miatt lehetetlen volt átjutni a megáradt folyón, ezért kifeszítettünk a magasban egy kötelet, és ennek a segítségével arra szóltunk át a körbezárt területre. Először alkalmaztuk ezt a módszert, mondta az egyik katasztrófa elhárító. Elképesztő károkat okoztak a viharok Temes megyében is. A heves esőzéseket követő villámáradások elől a katonai tűzoltóság munkatársai mentették az embereket. Öt települést teljesen elzártak a külvilágtól a megáradt folyók. Amikor elerett az eső, még nem aggódtunk, aztán nagyon gyorsan emelkedni kezdett a víz, és betört a házunkba is. Pillanatok alatt mindent elöntött. A házunkban egy méter magasan áll a víz, panaszkodott az egyik helyi férfi. Hatalmas a készültség a Temes megyei Lugoson is. A Temes folyó annyira megduzzadt a sok esőtől, hogy Lugos városától nem messze két helyen is átszakította a gátat. Péntek délutánig csak szántókat öntött el a víz, de a szakemberek aggódnak, hogy Lugos főnevezetességét, a monarchia idején épült Temes hidat is elmossa az áradás. Katonák önkéntesek kézzel, traktorokkal pakolták a homokzsákokat a város alacsonyabban fekvő utcáiba. Az elmúlt éjszaka egy 40 fős mentőcsapatot hoztunk létre szakemberekkel és önkéntesekkel, akik folyamatosan figyelik a folyó szintjét és a gátakat, hogyha kell, gyorsan beavatkozzunk, mondta a katasztrófa elhárítók szóvívője. Pénteken még több mint fél száz településen állt a víz az udvarokban és a pincékben, és országszerte 31 folyón hirdettek árvízkészültséget. A katonaság és a tűzoltóság is a gátak megerősítésén dolgozik, minden erejükkel azon vannak, hogy elkerüljék a Bisztra folyó áradását. Ha átszakadna a töltés, az árterületen élők ezrei kerülnének veszélybe. A munkát nehezíti, hogy Délnyugat-Romániában több út is járhatatlanná vált az átfolyások és az alámosások miatt. A román hatóságok szerint szombatig nagy erejű viharokra kell számítani országszerte, így másodfokú viharriasztás van érvényben.